Na sziasztok, köszöntelek titeket egy újabb videóban, melynek témája nem más, mint hogy hát újabb kocsival gyarapodott az IC kocsi flotta, mint láthatjátok, szintén egy másodosztályú Intercity kocsi készült el. És hát ide is tettem az előző másodosztályút, mivel azért vannak különbségek, ugye láthatjátok, hogy hiányzik róla a fehér csík, illetve a kocsi homlokfalán nincsen meg az a vastagabb fehér csík sem, talán itt jobban látszik. És ennek ugyebár az az oka, hogy ezeket a kocsikat, mielőtt elnyerték volna ezt a formájukat, ugyebár ezt már egy felújítás után kapták, amit ha jól tudom a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején csináltak, és azelőtt viszont ugye ilyen kocsiként közlekedtek. Ugyebár más az üléshúzat színe más volt, illetve hát a festés is, ahogy láthatjátok. Viszont ezen kívül a két kocsi teljesen megegyezik, tehát az alvás szerelvények is megegyeznek, ugyebár légtartályok, stb., a forgóvázak, az ajtók, az ablakkiosztások, és hát a belső tér is megegyezik, amit mindjárt meg is mutatok, csak előbb leszedem a tetejét. Nos, itt is lenne a belseje, ugyebár láthatjátok, hogy ugyanúgy megvannak az ajtóknak ezek a rudazatai, amivel ugye ki lehet nyitni őket. Most egyet ki is nyitok. És az ülésrend is egyébként pontosan ugyanaz, mint a másik kocsinál, viszont az ülések és az asztalok színe más. De most mivel nem találtam eladó sötét-szürke ülést, mert igazából talán az illett volna legjobban az üléshúzatokhoz, ezért itt maradt a kék ülés. Viszont az asztalok színén változtattam, és a világos szürke helyett ezt a, hát igen érdekes, zöldes, sárgás, barnás, sötét színt kapták meg az asztalok. Nekem eléggé tetszik, és szerintem jól megy ehhez a kék üléshúzathoz, ülésszínhez. Úgyhogy most egyelőre ez így néz ki. Hát az ablaksorokat is kivehettem volna, de szerintem lehet látni így is azért a belsejét. És hát annyit még azért el kell mondanom, hogy nincs teljesen kész ez a kocsi. Egyébként itt láthattok egy poroltót is. Ugye a homlokfalon. Ugyebár az egyik WC ablak, azt hiszem talán ennél, igen ennél, megpróbálom kiszedni. Sajnos nem volt eladó üveg még bele, úgyhogy ebbe ilyen sima üveget raktam, ami hát azt eredményez, hogy az egyik ablak kicsit különböző, de hát egyrészt annyira nem zavaró, másrészt remélem hamarosan találok majd eladó ilyen üveget, úgyhogy be tudom fejezni teljesen, viszont azon kívül, tehát ezen az egy üvegen kívül teljesen készen van a kocsi, itt látjátok a tetejét is, teljesen megegyezik a másik kocsiéval, ugye annyi, hogy hiányzik belőle a fehér csík. Úgyhogy most már egyre több IC kocsival közlekedhetnek az IC-k. Remélem tetszett a mai videó, és találkozunk a következőben.